És utána már nem csak a mélyből hallotok fogaskereket. Ezúttal egy föntről is. Ahogy odafönt fényt láttok. Mesterségeset vagy természeteset? Először is, ahogy egy ilyen kerekjuk kezd kinyílni fölöttetek, ahogy a kerek fedélnek a két fele eltávolodik egymástól, és fölötte egy halvány korahajnali eget láttok. Hát most reméljük, hogy nem Heldurák közepébe jövünk ki. Most ezt nehéz lesz elmagyarázni a professzoroknak. De nem is feltétlen kell itt vagyunk. Biztos meg tudjuk oldani, hogy visszaküldjük. Amit beszéltünk korábban. Én le nem futok a gombig. Nem pont arra gondoltam. Időközben ahogy a kristály, a platform elhalad a rendes felszín mellett. Nézzük csak, Damien, te neked ismerős ez a környék. Annak a háznak a homlokzata ott, hogy is mondjam. Egészen úgy néz ki, mint az otthonod. Lében a... Valamint, hogy milyen messze van, vagy... Az utca túloldalán. Lében egy... mi az? Egy háznak a kertjében szétnyílt, hogy feltúrta a földet, kitöntött egy fát ez az ajtó, és valakinek a kertjében most egy torony emelkedik. Oh boy. Jaj. Ez tényleg Heldurál városa. Nézzétek, ott lakom. Ezt nehéz ezt megmagyarázni. Körülbelül csak nézni, hogy a kristálynál van-e való. Még egyszer? Csak szaladjunk el. Körülbelül kérdezni, hogy a kristálynál van való egy kapcsoló, miközben többiek nézhetnek. Investigation? Really? De mehet advantage-ből, mivel egyszer már átnéztétek. Tamás, én lehet, hogy így eszembe jut, hogy elraktam egy ilyen panelt még ott lent. Igen. Elővenném és megpróbálnám hát így nyomkodni, nem tudom, életre kelteni. Akárhogyan. Hát olyan, mint a lenti panel. Arcanázd meg? Megárkánázom neked. Úgy megárkánázom. Szállat. Jó, nem annyira olyan rossz. Uh-huh. Oké, kezdjük az elején. Várj, együtt körbenézitek. Itt a kristálynál nem tűnik úgy, hogy bármi nincsen. Úgy tűnik, hogy ez akármi ez a szerkezet, ez a passzív része. Az irányítása valószínűleg odalent van. Ahogy azt említett, ez a 172 kísérlet, ez nem úgy tűnik, mintha innen akarta volna bárki megszerkeszteni. Igen. Én, hogy nézed a Detect Magic-eddel ezt azért, látsz, hogy ugye inaktív benne varázslat, valószínűleg előbb valahogy ezt fel kell ébreszteni. Mondjuk egy percet ott beletöltve. Lehet olyat? Tudok olyat? Hát van spellslotod? Persze. Én nem tudom, hogy tudom belerakni a spellslotot, de... Hát légyben elhasználod is. Ja. Ja jó, persze elhasználok el egy spellslotot, ez így lehetséges. Hát csak majd én is elnyomok egy spellslotot. Oké. Okay. A kristálylapon megjelenik egy ilyen kis kerekikon az egyik pontján megszakítva, hogy forog. Majd másodpercekkel később írások jelennek meg rajta. Úgy kapcsol az kerekkézre. Gyorsan mutogatom Ambróziának. Kapcsolat megtalálva, kapcsolat létrehozása. Kapcsolat sikeres. Ezeket felolvasom nyilván. A világháló vagyunk. Még a betárcsázók. Ja, úgy kezdődik, hogy www. Ez aggasztó kicsit, akkor lehet, hogy valaki ezt nagyon aktívan használja. Lehet, hogy valaki itt szokott lejutni a kis titkos bázisára. Hát lehet, hogy csak mi aktiváltuk most ezt az egészet. Soha nem hallottam még arról, hogy feljött volna bárkinek a kertjébe vagy a házába egy ilyen. Ami azt hitt, hogy elég zajos, ahogy feltúrta valaki a kertjét. Jaj. Most, ahogy
egyre messze tovább emelkedik a torony, hogy az utcán megálltak az emberek, nézik, hogy ez a kék kristály emelkedik. Ez már a házok felé emelkedett? Tehát, hogy ilyen... Ja. Ahogy beszéljük Varys, hogy futnunk el, nem mondjuk el, segítek, mondanak, hogy igen, igen, aztán én lenézünk, hogy lehet, hogy ebben elkéstünk, Varys. Ne! A házatjának a kertjét feltúrtátok, megpróbálhatok még a tetejére ráugrani, hát ha. Ez az utolsó esélyük, Varys. Hány kilósom? Ja. Nem szeretném tönkretenni még emellett a házát is szerencsétlennek. Hogy kérdezhet ilyet? 95. Nem. 100. És így gyorsan elkezdem számolni a fejembe, hogy az mekkora energiát fejt ki ekkora magasságból a bolygó gravitációjában. Jézus, Varys, most a csomag! Nem ugrok le. Mert hogy egyre mélyebben, egyre magasabbra és magasabbra emelkedik a torony. Az emberek azután egyre kisebbnek és kisebbnek tűnnek. Hát jó, akkor nézzük, hogy meddig megyünk. Még lehet, hogy nem láttak meg rajta. Még eltűnhetünk. Most már nem fognak látni. Igen. És közben buzgón várom, hogy kapcsolódjon, vagy mi történjen. Vagy nyomkodom. Hogyha most éppen nem csinál semmit. De ez akkor relatív egy gyorsan halad. Igyekszem visszahozni azt a nyomkodást, mint amit a toronyba csináltam ott lent. Igen, nem a toronyba, hanem a lenti részen a toronyba. Fent van, ha látok valamit amúgy? Hogy hát ott az ég van. Kora reggeli ég. Mármint csak arra gondoltam, hogy hát van valami. Valami célállomás az ennek a... Ó, nem. Ahogy nézed, hogy emelkedni egy idő után megáll a torony. Úgy egy olyan 100-120 méter magasságban. Úgy, te csináltál valamit, Damien? Nem hiszem. Én csináltam valamit. Ír valamit, tudod? Amiket ír, hogy egyrészt ott vannak a kis vonalkák a sarokban, ami valószínűleg a kapcsolat erejét jelzi. Térerő. Ja. Beszarsz. De nem úgy tűnik, mintha bármi mást találna, amivel kapcsolat tudna létrehozni. Mondhatni ott van, hogy könyv... Mond? A kristálya történt valami változás? Ad-e valami más érzetet? Mondhatni, ott van egy írás, amit Ambrózia volt, aki mindent elolvasott oda lentig. Igen, Ambrózia. Az egyik is ők onnan a névjegyzék szóval, amit megnyitott teljesen üres. Úgy tűnik, hogy nincs más, amivel kommunikálni tudna. Jó, hát legalább nem hívunk ide senkit. Még ezen felül. Miközben így látom, hogy nyomkodja a Damien a kristálynak cuccokat, vagy a táblán cuccokat, így szeretnék neki annyit mondani, hogy de vigyázz, Damien, ne adj meg nekik semmilyen személyes információkat. Például a szekrényednek, a zárjának a kódját, meg ilyeneket. Miről beszélsz és nyomkodom? Hogy lehet ezt kikapcsolni? Milyen magasan vagyunk? Hát 100-120 méteren. Ez nem is biztos. Ami lefordítva csak, körülbelül 300-400 láb, nem. Ha leugrotok, az körülbelül 70 damage. Ujjaj, szerintem azt nem éljük túl. Lehet csak is, hogy várnunk kell. Előbb-utóbb úgyis észreveszi, hogy valaki egy itt van az hatalmas torony, vagy apád, Damien, nem tudom, hogy hol laktok. Nem tudsz neki valahogy szólni? Ha itt lenne a címjegyzékben, akkor tudnék. De sajnos nincs. De közel van, csak ordibálj. Viszont nem tudom, jól lehet-e megvárni. Vár végül is, vár mindegy. Igen, hát, elkezdhetünk megkúszni. Most már talán mindegy. Ezt már nem titkoljuk el. Én hátra néznék a táskámba, és megnézném, hogy benne van, hogy még kinti úr. Még ott van. Akkor mondanám, hogy Csonti úr, van valami ötletet, hogy kerüljünk le innen? Amivel nem túl
veszélyes. És csak úr, mi lenne, hogyha a tornyot is el tudnád tüntetni, az még jobb lenne. Kezdünk egyre nehezebb kérdéseket felállítani. Mi az élet értelme? Egyre nehezebb a szituáció is. Nézzük meg csak, kell értened, hogy ez nem szokványos. Nézzük csak a lejutáshoz. Egyesével talán le tudlak vinni benneteket. Ami a tornyot illeti, majd holnap el tudom intézni. Jaj, mindig ez a holnap. De már reggel van. Mekkora kötelen van? Hallottam valami kötelet. Nekem van 50 láb, ha az segít. Hát sem, az derék, de azért még kéne hozzá egy... egy négyszer annyi. Van egy ötletem. Mindenkezdve próbálom előhozni bármiféle dolgot a kütyűn, még ha esélytelennek is tűnik. Nem. Támadt egy remek ötletem, de nem tudok annyi kötelet adni nektek, ami ide elég lenne. Lehet, hogy nem is akarnak annyira egy kötélen lemászni ilyen magasból. Viszont amennyiben ráértek itt a jó levegőn ide fönt pihenni, holnap le is tudlak vinni benneteket, és a tornyot is eltüntethetem. Mármint, hogy többnyire eltüntethetem. Hát akkor már talán mindegy lesz a tornynak. Igen. De ha senkinek nincsen megfelelő méretű kötél a rendelkezésével, akkor annyit tudunk tenni, hogy megvárjuk még. Bárkinek föltűnik ez a kicsi változás. Feltételezem, hogy legkésőbb pár óra is itt lesz valaki. Vadriken vagy a rendőrök. Szóval, rá tudnak segíteni. És szeretnék leülni az újdonsült tabletemmel, és próbálkozni itt a lábán. Szeretnék odaülni mellé, és így átjavalni a vállán, és kérdezni, hogy van valami játékod? Keresem a Candy Crush, de bazzeg nincsen meg a store. Jó, nem, úgy tűnik, hogy csak passziánsz van rajta. Jaj, azt eldobom. Törlés. Amúgy, máshogy meg közben is szeretnék, hogy úgy is telik most az idő, hogy leszeretnék nézni az oldalán a toronynak, és nem ragadt valami pókhálóra a torony oldalára, pálcán, vagy valami kis repedésbe nem állt bele. Csak reménykedve nézek körbe, hogy így mászok a földön, és csak nézek lefelé. Ja, de nézzük csak. Tehát... nem látod itt a torony oldalán. Meglátatos módon nem. Elkezdek sportfesztelni. Ja, én is belekezdek egy ilyenbe. Én hogy... Igen? Ja, semmit, csak mondani akartam, hogy akkor én is transzba vágom magam. És szeretném amúgy ezt a kütyüt egy idő után elrejteni, mikor úgy látom, hogy nem történik már vele semmi. Oké. Okay. Hogy legyen szem előtt. Ahogy nyúlkálsz benne, nézed, hogy mit tud. Röviden összefoglalva, van egy okos telefonod. Yeah. Így lehetőleg rövidebben megfogalmazva. A hátránya az, hogy neked van egy okos telefonod, és senki másnak nincs. És hogy igen, csak limitált a használata. Ott lent van még pár. Aha. Fuck, többet kellett volna elhozni. Olyan nehéz volt nem nevetnem, amikor azt mondtad, hogy egyet elveszel.
Ja, viszont ahogy eltelik egy short restnyi idő, mindannyiótoknak. Utána a város mellett láttok felhívni egy gömböt. Ahogy azt páram már valószínűleg láttátok. Majd mindjárt. Ahogy az egyik léghajó felemelkedik. És egy nagy léggömb egy hajótestet emel. Szépen lassan a torony felé. Hogy összeszeditek magatokat, hogy neki befejezze a pihenőjét. Ujjaj. És várjatok, hogy valaki levigyen innen benneteket. Szerintetek ezért rossz egyet fogunk kapni? Mert hogyha rossz egyet kapunk, akkor lehet, hogy inkább csak leugrok, még mielőtt megtörténik. Szerintem ez nem, biztos jó lesz, biztos jó lesz. Figyeljetek, a terv az, hogy igazából mi csak több mindent hoz, mint amennyit kellett. De tönkretettünk egy szerencsétlennek a kertjét. Elhoztuk a csontit. Kihoztunk egy egész technológiát. Csillagosítás, ez csillagosítás. Még senki nem látott. Szóval túl teljesítettük a küldetésünket. Jó, akkor még nem ugrom le. Szerintem ezért... Tehát már egyből át is megyünk. Évfolyamot ugrunk. Hú, az jó hangzik. Professzorok lesztek. Jó, akkor megvárom, őket, hogy mit mondanak. Na, viszont akkor jöhet az éjfejezet, hogy megyünk kicsit szünet. Oké. Okay.